Csak néhány kattintás és az adózó neve, valamint az adószáma kell ahhoz, hogy pillanatok alatt kiderüljön, szerepel-e a NAV jó adózók listáján, de ahhoz sem kell több, hogy lássuk, egy cég állt-e már korábban végrehajtás alatt. A NAV most több tucat adatbázisát tette bárki számára böngészhetővé, így segítve a vállalkozókat. Az adóhatóság Tolna megyei szóvívője azt mondja, az adatbázisokkal bárki ellenőrizheti, hogy az üzleti partnere mennyire megbízható az adóhatóság szemszögéből. Érdemes minden eshetőségre felkészülve dokumentálni azt, hogy a vállalkozás a lehető legkörültekintőbben jár el üzletkötései során. A NAV adatbázisai segítségével ellenőrizni lehet azt, hogy egy leendő üzleti partner mennyire tartja be a szabályokat, illetve az online számlarendszer megkönnyíti a számlakibocsátó partnerek megbízhatóságának a felmérését. Az adóhatóság bárki számára ingyenesen elérhető adatbázisai ugyan megkönnyítik a vállalkozások ellenőrzését. A szakértő szerint ennek ellenére nem árt még néhány jó tanácsot megfogadni. Ajánlott utána nézni a vállalkozásnak a cégjegyzékben, egyéni vállalkozói nyilvántartásban, illetve fontos az, hogy akár személyesen is meg kell győződni arról, hogy a vállalkozás ténylegesen folytat egy tevékenységet a telephelyén, székhelyén, vannak-e egyáltalán alkalmazottai, illetve képes-e a vállalatszolgáltatás termékértékesítés teljesítésére. Az adóhatóság adatbázisaiban összesen több százezer vállalkozás és egyéni vállalkozó adatai kérhetőek le.